A jeszberényi kosarasok az év első mérkőzésüket a Ludovika Akadémián játszották, ahol a TF Budapest volt a vendéglátójuk. Az őszi meccset a berényi csapat nyert ugyan a Bercsi Newton, de azóta változtak az erőviszonyok, hiszen a hatodik helyen várták ellenfelüket a tehetséges fiatalok. Az, hogy a vendéglátók gárdája nem véletlenül áll a JKS előtt a táblázaton, már bizonyították a mérkőzés első 10 percében, hiszen 4-5 ponttal vezettek. A berényiek ugyan próbáltak zárkózni, de Meleg Károly duplája szerencsére arra volt elegendő, hogy az első etap befejeztével csupán 4 ponttal legyenek lemaradva. Egy darabig ez a távolság a rövid pihenő után is megmaradt, mert mindkét oldalon felváltva hullott a gyűrűbe a labda. Később aztán egyre jobban érvényesült a berényiek akarata olyannyira, hogy Santiago Jordán kiegyenlített. Sőt, Mester Mark kettesével már ők vezettek. Természetesen a vendéglátók igyekeztek faragni a hátrányukból, ami mínusz 6-ig sikerült a félidő végére. A térfélcsere után is megmaradt a JKS lendülete. Meleg Károly kétszer is betalált a fővárosiak gyűrűjébe, és így már 10 volt közte. Ez a különbség még Oroszi Bence kettese után is megmaradt. De innentől kezdve nagyot fordult a kocka, hiszen a vendéglátók óriási sebességre kapcsolva egy 18-0-ás rohanással a maguk javára fordították a mérkőzés állását. Ezt Rátvai Balázs egy duplával kicsit kozmetikázta, de így is 6 pontos hazai vezetésnél indult a záronegyed. A folytatásban először még növelte ugyan előnyét a házigazda, de Puskás Artúr tanítványai igyekeztek velük lépést tartani, és végül döntetlenre hozták ki a záronegyedet, de a mérkőzést 6 ponttal elveszítették. Folytatás január 11-én csütörtökön este Nyíregyházán.